Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy Valentin napi kedvezményes jóslás Lisiana számára. Ebben a kedvezményben benne van egy szerelmi kirakás és asztrológia, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját az indiai számítás szerint. A díjam ennél a kedvezménynél összesen, tehát mindkettőt beleértve 5000 forint. Kedves Lisiana, üdvözöllek téged, ez a te videód, és én a szerelmi kirakással kezdeném, utána áttérek az asztrológia területére. A bal oldalon vannak a te kártyáid, és a jobb oldalon vannak az ő kártyái. Itt bal oldalon középen ez a három kép mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Az első kártya, ez a kereszt, utalhat vallási témákra, vagy spirituális dolgokra is, de azt is jelenti, hogy a sors utatok kereszteződött. Nem csak ez a kereszt utal erre, hanem a harmadik kép is, ahol látod ezeket az utakat, szintén egy kereszteződés. És megismétlem, amit mondtam, kereszteződött a sors utatok. Persze ez az útkereszteződés jelenthet egy új irányt is, egy közös életutat. Mikor fog ez beteljesülni, ezt mutatja a fa középen, mert az utal szeptember hónapra. A fa azt is jelenti, hogy az az érzésetek, hogy ti itt legyökerezni tudtok. És most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Az első kép jobb oldalon mutatja ezt a ravasz rókát. Ezek hamisságok, hazugságok a háttérben. De a kasza elvágja ezt, és az azt jelenti, hogy ő elbúcsúzik ezektől a kapcsolatoktól. És ha ő ezt lezárta, mert a kasza ezt elvágta, akkor jön a szív. Tehát a szerelem áll nála a középpontban. Ez a ravasz róka utalhat a gondolataira is. Ha például úgy gondolja, hogy nincs reménye nálad, és nem mer érzelmekről beszélni, nem meri az érzelmeit kimutatni. Ha ő elvágja ezeket a gondolatokat ezzel a kasszával, természetesen szimbolikusan, akkor ő bátor lesz és kimutatja az érzelmeit, mert a szerelem ott van, ez a szív ott van nála. Most megtekintjük azt, miről kellene elgondolkoznod, mert mi várható a közeljövőben? Én a középső kártyával kezdeném, ezzel a toronnyal. Ez utalhat hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre, a koporsóval együtt lehet egy örökösödési ügy is. De a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és inkább arra utal, hogy te fogva érzed magadat, mint egy toronyba, ez olyan, mint egy börtön, és keresel kiutat. A koporsó ezt a helyzetet lezárja, és lesz javulás. Te felszabadultnak érzed magad, és a gyűrű szimbolizálja a kapcsolatot kettőtök között. A gyűrű azt is jelentheti, hogy valaki visszatér az életedben. Egy régi kapcsolat, ahogy ez a koporsó a múltra is utalhat. Most megtekintjük azt, miről gondolkozik ő el, vagy miről kellene neki elgondolkoznia,
mert ez lesz nála a közeljövőben. Jobb oldalon, ezen a képen láthatjuk a kutyát. Az jelenthet barátságokat, de hűséget is. Aztán te állsz itt a középpontban. Ez a férfi gondol rád. Lehet, hogy először barátilag fog közeledni, de ott van ez a hajó, a remények, de ez a hajó szimbolizál egy lelki utat is. Akkor az azt jelenteni, hogy ő a te lelki társod. Persze előfordulhat az is, hogy tervez egy közös utazást. Most megnézzük a te titkaidat. Azt, amit még nem látsz, mert ez még egy titok, előfordulhat az is, hogy a későbbiekben fog bekövetkezni, ezért még nem látható, vagy azt, amit titokban kellene tartanod. Az első kártyán láthatóak a madarak, és az utal egy hírre, utal beszélgetésekre. A középső kártyán ez az ostor, valami, ami fáj. Az lehet egy rossz hír, vagy valaki cseveg a hátad mögött. Viszont a harmadik kártya, ez a négylevelű lóher, szerencsét hoz neked. Én úgy mondanám, hogy az ő környezetében vannak ezek a csevegések, amire ő rájön, és ez lesz a te szerencséd, mert így közeledik hozzád. És most megnézzük az ő titkait. Az, amit még nem lát, vagy nem akar látni, előfordulhat az is, hogy a kártyák mutatják azt, ami később fog történni, tehát még nem látható, vagy az, amit ő eltitkol előled. Lent, jobb oldalon, ő látható ezen a képen. Ő áll a középpontban, van sikere, ezt mutatja mellette a nap. Ő fog egyedül döntéseket hozni, nem titkol el semmit, mert a nap láthatóvá teszi. És a nap mellett látható gólyák arra utalnak, hogy nála változás lesz. A gólyák gyakran költözködést jelentenek, és ez lehet a nyár folyamán, erre utal ez a nap. És most megtekintjük azt, mi köt össze benneteket? A lilium ott középen utal a tisztaságra, az ártatlanságra. Jelentheti azt is, hogy tisztázódik valami kettőtök között. A Lenormand kártyánál a lilium szimbolizálja a testi kapcsolatot, és ez áll itt a középpontban, ami összeköt benneteket a későbbiek folyamán. És most áttérek az asztrológia területére. A nap az szimbolizálja a mi énünket, a fellépésünket. Ha úgy tekintjük az életet, mint egy színdarab, akkor a nap jelenti azt, hogy mi játsszuk itt a főszerepet. A te napod a vízöntő jegyében van az indiai számítás szerint. A vízöntő jegye mutatja azt, hogy te egy különleges személyiség vagy, más vagy, mint mások. A vízöntő jegye az a levegő eleméhez tartozik. Te szabadnak szeretnéd érezni magad, kell a könnyűség is. Vannak jó ötleteid, elképzeléseid. Az ő napja az a skorpión jegyében van. A skorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, ahol érzelmekről van szó.
Kettőtök között nincs meg ez a harmónia, ha én a napot veszem figyelembe. Itt a két jegy között, a skorpión és a vízöntő jegyek között az elemek nem értik meg egymást. Én példaként azt mondanám, ami az elemeket illeti. Képzeld el, te az uszodában vagy a víz alatt. És fölötted van a víz, egy idő után nem kapsz levegőt. Ki kell, hogy emelkedj a vízből, hogy levegőhöz juss. És most ezt átviszem a párkapcsolatra. A víz eleme az érzelmekre utal. A levegő eleme a könnyűségre. Ha ő mindig érzelmekkel jön, mert állandóan mondja, hogy szeret téged, vagy megsértődött, ezek is érzelmek, egy idő után nem kapsz levegőt. És kell számodra akkora szabadság, és visszahúzódsz tőle. Ez a kapcsolat a kettőtök napja között. De szerencsére más bolygók is vannak, és így megnézzük, hogy mi az, ami harmonizál közöttetek. Most megnézzük a hold állását. A hold szimbolizálja az érzelmeket. A te horoszkópodban a hold a vízöntő jegyében van, ugyanott, ahol a napod van. Te egy új hold napon születtél. Egy új hold napon a holdat nem látjuk, mert a holdnak nincs saját fénye, a hold a naptól kapja ezt meg, és ha ők találkoznak, akkor a nap nem tudja a holdat besugározni. Ez az új hold azt jelenti számodra, ez a te energiád, erre szükséged van az érzelmeidnek, szüksége van erre, ez a visszahúzódás. Vagy, ha valamit tervezel, akkor húzódj vissza, gondolkozz el azon, hogy az tényleg jó-e számodra, vagy sem, és te érezni fogod, és ez adja meg rá a választ. És most áttérek az ő holdjára. Mivel nem tudjuk, hogy hány órakor született, nem lehet tudni, hogy az ő holdja a bika jegyében van-e, vagy az ikrek jegyében, mert így a határon van. Amennyiben a hold a bika jegyében van, akkor ő egy telihold napon született. Ha már áttért az ikrek jegyébe, akkor megkezdődött ez a csökkenő hold fázis. Mivel nála a hold a határon van, a bika jegye és az ikrek jegye között ő ismeri mindkettőt. A bika jegyét is, és az ikrek jegyét is. A bika jegyénél fontos a biztonság érzete, és ezeket az értékeket ő birtokba szeretné venni. Ez jelentheti az anyagiakat is, de a párkapcsolatban azt jelenteni, hogy ha összejöttök, akkor te vagy az ő birtoka. Birtokába szeretne venni, és ilyenkor előfordulhat az, hogy féltékeny, és te nem kapsz levegőt. Viszont, ha ő az ikrek jegyét éli, és van köztetek ez a kommunikáción, és ez olyan játékosan történik minden, ez a könnyűség, akkor egy hangban vagytok. Mivel nála, mint mondtam, a hold így a határon van, ő ismeri mindkettőt. A bika jegyét is, holott a bika jegye az nagyon kellemes lehet, mert a bika élvezi az életet,
és az ikrek jegyénél van ez a könnyűség. Amit még megemlítenék, a felfele mozgó holdcsomó Rahu. Ez egy karmikus csomó, utal egy új irányra, egy új lehetőségre, amit mi nem ismerünk. De a lelkünknek szüksége van erre. Múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig itt mozog a bika jegyében. Eléri az ő holdját, kihat az ő érzelmeire, és itt lesznek nála kármikus témák. És most áttérek a Vénusz bolygó energiájára. Vénusz bolygó szimbolizálja a szépséget, a harmóniát, a művészi területeket. Vénusz bolygó az egy nőies energia, kihat a szerelmi élet területére, és mutatja a mi nőiességünket. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a nyilas jegyében van, nála az ő horoszkópjában Vénusz bolygó mutatja az ő jó ízlését, és ahogy ő a párkapcsolatot elképzeli, vagy ahogy a társnőjét elképzeli. Vénusz bolygó a mérleg jegyében otthon van, mert uralkodik a mérleg jegye felett. Neki megvan ez a tehetsége a művészetek területén, megvan nála a jó ízlés, és ő szeretne egy hölgyet, aki nőies, és megvan ez a szép kisugárzása, azon kívül szereti a harmóniát. Kettőtök között megvan itt tényleg a harmónia, mert a mérleg jegye és a nyilas jegye, a tűz eleme és a levegő eleme itt barátságban áll. Ez nem azt jelenti, hogy kettőtök között egy baráti kapcsolat van vagy lesz, hanem az elemek jól érzik magukat egymással, és ez köztetek ez a vonzó erő. Azon kívül az ő horoszkópjában Szaturnusz bolygó, ami a sorsra és kármikus témákra utal, szintén a nyilas jegyében van, ugyanúgy, mint nálad Vénusz bolygó. Ez utal egy kármikus kapcsolatra, vagy arra, hogy a sors utatok kereszteződött. És most megtekintjük Mars bolygó állását. Mars bolygó mutatja a mi erőnket, és ezzel az erővel tudjuk magunkat védeni, bebizonyítani az életben. Te utal a lelki társunkra is nálunk hölgyeknél. A te horoszkópodban Mars bolygó a Szkorpión jegyében van, ugyanúgy, mint nála a nap. Az ő napja szintén a Szkorpión jegyében van. Itt van köztetek egy vonzó erő. A Szkorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, és itt érzelmekről van szó. Az ő horoszkópjában Mars bolygó a halak jegyében van. A halak jegye szintén a víz eleméhez tartozik, érzelmekről van szó, és megvan köztetek ez a harmónia. Az ő horoszkópjában a lefele mozgó holdcsomó, ami az ő múltjára utal, kármikus témákra az oroszlán jegyében van, és a felfele mozgó holdcsomó, ami egy új irányt, egy új életterületet jelent, amit nem ismer, de a lelke kiválasztotta, mert szüksége van rá, és ez a vízöntő jegyében van, ahol a te napod, a te holdad található, utal köztetek erre a kármikus kapcsolatra. Nálad
A lefele mozgó hold csomó, ami a múltra utal, az a rák jegyében van, szintén a víz elemében érzelmekről van szó, a rák jegyénél gyakran családi témákról, ez a múltadat jelenti, és az út, amit a te lelked kiválasztott, egy ilyen kármikus sorsút, amit Rahu szimbolizál, ez a felfele mozgó holdcsomó nálad a bak jegyében van. Az azt jelenteni számodra, hogy kellenek célok, de ne add fel, hanem érd el a céljaidat. Légy türelmes, és legyenek céljaid. Idén itt mozog a bak jegyében Szaturnusz bolygó, a sorsok bolygója, és utal kármikus témákra is, tehát Szaturnusz bolygó idén eléri a te felfele mozgó holdcsomódat a bak jegyében. És ezt a hetes életházban. És a hetes életház a párkapcsolatra utal. Itt lesznek ezek a változások. Kedves Lisiana, így tudtam ezt a Valentin akciós jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!